Békesség Istentől, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Áldott, békés, új esztendőt kívánok a kedves televízió nézőknek. János evangéliumából olvasni egy ígét a harmadik fejezetnek a 30. verséből. Annak növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom. Elkezdődött ez az új esztendő Isten segítségével, és így az év elén az ember meghatároz egyfajta célt önmagának, hogy mi az, amit próbál megvalósítani, elérni ebben az új évben. Keresztény emberként mi lehet a mi feladatunk, valamennyünk közös feladata. Keresztelő János a mai égében fogalmazza meg ezt, hogy neki növekednie, nekem pedig alábbszállanom. Az égét megelőző versében arról van szó, hogy jönnek keresztelő Jánoshoz azzal a hírrel, hogy Jézus, akit te megkereszteltél, szintén keresztel, és most már hozzá mennek az emberek. Jánosban nem ébred meg az irigység, nem ébred fel a féltékenység, hanem azt mondja, hogy az örömöm akkor már betelt. Azaz, elvégeztem küldetésemet, amellyel útkészítő voltam, kiáltó szó voltam a pusztában, hirdettem az Úr érkezését, íme most már itt van. Most már neki kell növekednie, nekem pedig alábbszállanom. Ez a fajta ége lehet nem csupán ennek az új évnek a programja, hanem az egész életprogramunk, keresztény emberi életprogramunk. Neki növekednie. Milyen furcsa ez a szócska, hogy neki. Mert általában azt hangsúlyozzuk, hogy nekem. Ebben a mai világban, kimondva vagy ki nem mondva, ott van a szabály, hogy az én előnyöm, az én hasznom nekem legyen jó. És ezek a pillanatnyi személyes, egyéni érdekek, hasznok sok mindent felülírnak. Fölülírják a szeretet törvényét, felülírják a közösségi élet írott vagy iratlan szabályait, mert az ember önmagába beszűkülve nem akar és már nem is képes figyelni arra, hogy neki, azaz a másiknak mi lenne jó, vagy hogyan lenne jó. Pál írja a Filippi levélben, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ez nem megy természetes módon, mert ösztönünk, vágyaink, emberi természetünk azt diktálja, hogy én legyek a rivalda fényben, én legyek a középpontban. Ha tanácsot adok, akkor fogadják meg a tanácsomat. Akkor éljenek az szerint. Az ember szeret a mindenség közepe lenni. Kezében tartani mindent, a szálakat, irányítani, befolyásolni embereket, sorsokat, de mindenféleképpen saját maga hasznát keresi, és azt akarja megvalósítani. Mondhatja a mai világ, hogy elég őrültség ez a fajta életprogram, amit az előbb megfogalmaztunk, hogy nekem alább kell szállanom. Mert a világ valóban balgassának, dőresének tartja azt a szelid életformát, amelyre Krisztus tanít.
balgasának tűnik, őrültségnek, hogy ne magamra figyeljek, hanem a másikra, hogy neki mi a jó, vagy neki mi a fontos. De vajon melyik az igazán őrültség? Az Isten szerinti őrültség, amely azt mondja, hogy légy önzetlen, vagy a világ szerinti őrültség, amely azt mondja, hogy magadnak légy az ura, valósítsd meg önmagad, mert megérdemled, és így tovább. Ha nyitott szemmel járunk a világban, látjuk, hogy ez a világi felfogás, amely csak az egyént helyezi előtérbe, a saját egyéni érdeket, ez mennyire jutott káoszba, őrültségbe, felfordulásba. Több évtizede már annak, hogy különböző kutatók, szociológusok megfogalmazták, hogy az emberiség vagy megtanul a krisztusi élet mértéke szerint élni, vagy felemészti önmagát. Jézus már szinte 2000 évvel megmondta ezelőtt, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Annak az embernek van jövője, annak az embernek van igazán élete, aki nem magamista, hanem alább tud szállani a másik érdekében. De ez a mai ige nem csupán valamilyen humános magatartásra tanít bennünket, nem egyfajta altruista, önzetlen életfelfogásra, hogy a másik emberért mindent, önfeláldozást vállaljunk, hanem a mai ige Krisztusra mutat, hogy mindenek előtt neki kell növekednie, neki kell felemelkednie, neki kell jobban érmére jutnia. És ez azt jelenti, hogy mindenben és mindenkor ő neki adom át életem fölött az irányítást. Azt jelenti, hogy mindenben és mindenkor az ő vigyázó, féltő tekintete alatt tudom magamat. Azt jelenti, hogy minden élet megnyilvánulásommal, szavaimmal, tetteimmel, szórakozásommal, alakozásommal, különböző cselekedeteimmel, mindennel az ő dicsőségét keressem, hogy ő növekedjen, hogy többé ne az én legyek a fontos, és ne magammal dicsekedjek, hanem legyen fontos ő, a megtartó Krisztus, akitől van minden, akitől van ez az új esztendő is, akitől van az életünk, akitől vannak a javaink, ő legyen a legfontosabb. És éppen ezért ebben az új esztendőben, ami életcélunk ez legyen, hogy őrjá mutassunk, megszentelt, igaz keresztény emberekként, akik nem emberi módon élnek és cselekszenek, főképpen nem maguk felé húzódik a szívük és a kezük, hanem rámutatnak, és mindenben neki adnak dicsőséget. Az Úr legyen ebben segítségünkre, hogy ilyen Krisztus hirdető, Krisztusra mutató emberek legyünk, akikben és akik által növekszik az Úr Jézus Krisztus. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, Istennek a szeretete és a Szent Léleknek a közössége mindnyájatokkal. Amen.